Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Valamikor augusztusban jelent meg Változni kell címmel egy remek cikk Farkas Anita tollából, Elsimon Lászlóval, fideszes országgyűlési képviselő József Attila Díjas költővel, aki ma a vendégem, tisztettel köszöntelek. Mert hogy, ugye akkor még a Tokaji Írótábor előtt jártunk, és a 48. Tokaji Írótábor előtt, és abban olvastam én, és szerettem volna már utána járni, hogy a Trianon Balett, az általad írt Trianon Balett szüzsére, ugye Kocsák Tibor fantasztikus zenét szerzett, és nem más, mint a Székesfehérvári Balett Színház Egerházi Attilája, Egerházi Attila igazgatója egy remek koreográfiát készített, és hogy ezt majd valamikor be lehet, fogjuk látni, akkor még nem tudtuk, hogy mikor, most viszont már tudjuk, hogy december 1-én volt a bemutató a Magyar Televízió kulturális csatornáján az M5-ön, a Nemzeti Táncszínházban, fantasztikus volt, úgyhogy gratulálok, köszönjük a sorsnak, hogy június 4-én nem lehetett bemutatni, mert ugye, ha jól tudom, ez június 4-ére készült a Trianon évfordulóra. Köszönöm a meghívást. 2019-ben álltunk neki Attilával azon gondolkozni, hogy hogyan tudunk egy közös darabot létrehozni, és az milyen témakör köré szerveződjön. És akkor én mondtam Attilának, hogy jövőre lesz, ugye 19-ről van szó, jövőre lesz a trianoni békediktátum elfogadásának, vagy aláírásának a 100. évfordulója, és minden, hogyha ehhez kapcsolódóan születne egy mű. Attilának nagyon tetszett a gondolat, de abban rögtön megegyeztünk az elején, hogy ez nem egy nagy történelmi pannó kell, hogy legyen, nem egy fajta politikai kép kell, hogy legyen, hanem ha már tánzremáról van szó, ami lehetőséget ad arra, hogy rendkívül személyes, finom és érzelmes dolgok jelenjenek meg a színpadon, akkor az emberi sorsokon, személyes tragédiákon keresztül mutatjuk be azt, hogy mi történt velünk, mi történt a nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel az első világháborúban és azt követően. Úgyhogy így indultunk el, eredetileg azt terveztük, hogy ezt június 4-én fogjuk bemutatni, tehát az aláírás napjának a 100. évfordulóján, így is szerződtünk le a Nemzeti Táncszínházzal, de aztán sok-sok ok miatt, különösen a pandémia miatt, ezt csúsztattuk december 1-ére. És hála a jó Istennek, ugyan a nyilvános bemutatón közönség nem lehetett, de a Magyar Televízió mellénk állt, és az M5 kulturális csatorna rögzítette az egész bemutatót, és láthattuk is a televízióban, illetve látni fogjuk majd azonnal hamarosan megjelenő dupla kiadványon, amiben egy CD van magával a zenével, illetve egy pendrive a zenével és a TV felvétellel, tehát majd azon is meg tudjuk nézni a táncelődést. De a lényeg az, hogy jövőre, tavasszal, hogyha túl leszünk a pandémián, akkor be tudjuk mutatni a Nemzeti Táncszínházban, elvileg van egy februári tervezett időpont, és hogy be tudjuk mutatni Székesfehérváron, hiszen ez a darab a tartalmát tekintve is egy fehérvári darab, a szerzők egy részét tekintve is fehérvári darab, és hát amiatt meg különösen Székesfehérvári darab, hogy a város által alapított Székesfehérvári Balettszínház ennek a darabnak a jogtulajdonosa, hiszen a Balettszínháznak a produkciója, a Egerházi Attila által összeállított fantasztikus táncos csapat adja elő az ő koreográfiájában. Mielőtt magáról a darabról kérdeznélek, hiszen van székesfehérvári története, mint tudjuk. Azt olvastam, hogy sok személyes szál is van benne. 2011-re kell, hogy visszamenjünk az időben, amikor Görög István, a Pákozi Katonai Emlékpark vezetője, barátunk egy olyan kirándulást, emléktúrát szervezett, ahol azokat a helyszíneket kerestétek fel, amely kötődik a darabban előforduló csata helyszíneivel. Valóban így van. Ez egy fontos inspiráció volt. Engem nagyon régóta foglalkoztat az első világháborúnak a története, és részben azok a személyes sorsok, amelyek az én családomhoz kötődnek, nevezetesen a dédszüleimnek a katona sorsa, illetve a nagyszüleimnek a háború utáni története, hiszen mondjuk a nagyapám is, akinek az édesapja, tehát az én apai dédapám, az első világháború első csatainak egyikében halt meg a szarajevói, illetve a szerbiai fronton, és ott egy katonai kórházban lehette az életét, lehette a halálát még 1914-ben. A másik dédapám története az
még jobban dokumentált, ő végigharcolta mind a 12 Isonzó melletti nagy csatát a frontvonalban, ami nagyon ritka, hogy gyakorlatilag mind a 12 csatát valaki végigküzdve túl tudta élni, és éppen egészségesen haza tudott jönni, illetve az anyai dédszüleimnek a katona sorsa is rendkívüli módon érdekelt és izgatott. Tehát, hogy ezek a történetek, a személyes történetek foglalkoztattak, ezekről számos esszét is írtam, és nem volt véletlen az, hogy így örömmel vettem Görög az édes úrnak a meghívását, hogy kiránduljak velük egyet az Isonzó mentén, Doberdő környékén, nézzük meg az első világháborús katonai csatáknak a helyszíneit, járjuk végig azokat a katonai temetőket, ahol magyar katonák nyugszanak. Ez egy rendkívül tanulságos kirándulás volt, ráadásul nem csak Székesfehérvárra, hanem Nagyváradi társaság is csatlakozott hozzánk, Nagyváradi alpolgármesterasszony és ottani küldöttség, hiszen ezen a vidéken a Székesfehérvári házi ezred és a Nagyváradi házi ezred egymás mellett harcolt. Most ez egy olyan inspirációt adott, ami tulajdonképpen megjelenik a mi táncdrámánkban is. Ez a táncdráma elsősorban az első világháborúról szól, arról az időszakról, amely egyértelműen a Trianonhoz vezetett. Az első világháború pokláról is szól ez a táncdráma, és feltett szándékunk volt Kocsák Tibor zeneszerzővel és Egerházi Attila rendező koreográfussal, hogy annak a 600 000 magyar katonának, akik az első világháborúban vesztették az életüket, azoknak is valamilyen módon emléket állítunk. Ez annál is fontosabb volt, mert hogy mi magunk is tapasztaltuk, hogy a budapesti, illetve a székesfehérvári Trianon darabok, Székesfehérváron a Sárosi féle darab volt, Budapesten pedig Vinyánszky rendezte, nagyon sok minden nem volt Trianonról. Tehát voltak megemlékezések külön-külön elszórtan, de én azt gondolom, hogy a 2020-as, a 100. évforduló bizonyos értelemben többet érdemelt volna, bár tudjuk, hogy a pandémia mindezt azért gátat szapott a nagy ünnepségeknek. Tehát ez is bizonyos értelemben motivációs tényező lehetett, és hát ez a történet végeredményen fikció, de mégsem az, hiszen hiteles történetek mentén mutatott be a két fiú kadétiskolában történt megismerkedésétől egészen végig. Igen, mielőtt a darab történetére rátérnénk, te néhány szót tényleg ejtsünk arról, amit mondasz, mert azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része, és a határon túli magyarságnak is meghatározó része nagyon készült el az évfordulóra. Volt ebben még politikai kockázat, és volt bennünk némi félelem, hogy nem lesz esetleg ebből botrány, politikai balhé. Látjuk azt, hogy a románok mi provokáltak is bennünket azzal, hogy június 4-ét ünnepnapán nyilvánították. Tehát igazság szerint sok-sok furcsa érzés kavargott bennünk, de azt gondoltuk mindannyian, akik számára fontos a magyar történelem és a magyar nemzeti sorskérdések, hogy Trianonnal foglalkozni kell, a 100. évfordulón is foglalkozni kell, és meg kell értetni a gyerekeinkkel, hogy ez miért ma is egy fontos, aktuális kérdés, miért egy élő eleven izzó seb a nemzetnek a testén és lelkén. És hát sajnos ezt az egészet beárnyékolta, vagy elvitte a Covid járvány, és annak a egyébként teljesen jogos kormányzati kezelése. Így persze annak a veszélye is elmúlt, hogy legyen esetlegesen balhé, vita, tüntetés, bármi, ami kockázatként megfogalmazódott. Viszont a méltóságteljes emlékezés is sokkal jobban összeszűkült, vagy az emlékezésnek a terei összeszűkültek. Bár én azt gondolom, hogy azért sok-sok olyan dolog történt, amire büszkék lehetünk. Hát én magam is próbáltam ebből az egészből kivenni a részemet, és ha csak néhány dolgot említhetek, ugye egyrészt ez a táncdráma, amit hárman megírtunk, összeállítottunk, ez tulajdonképpen az egyetlen originális mű, amire 100. évfordulóra megszületett és elkészült. Tehát nem született egy új dráma, nem született egy új film, nem születtek jelentős nagy irodalmi alkotások. Egyetlen egy, ugye amikről az előbb említést tettél, Lajos, ezek egyrészt a Vas Albertnek a színpadi adaptációja, másrészt meg egy régóta meglevő műnek. Egyébként ez egy fontos dolog volt a Fehérvári Színházban, hogy egy ősbemutató történt meg, de egy régóta meglevő műnek a
az elővétele és színpadraállítása volt egy fontos tette a Fehérvári Színház részéről. Egyébként a 13 almafának egy másik adaptációja Békés Csabán is megvalósult az ottani színházban Kis József rendezésében. De a lényeg az, hogy új mű, ami erre az évfordulóra született, az egyedül a mi több mint egy órás táncdrámánk. De hát mi azért más szinteken is és fórumokon is próbáltunk Rianonnal foglalkozni. Itt is beszéltünk róla a televízióban, egy másik műsorban, hogy Apponyi Albertnek állítottunk szobrot Kápolnásnyéken. Én magam több írást közöltem, Varga István volt képviselőtársammal közösen egy nagy politikai esszét írtunk és publikáltunk a Kortárs folyóiratban, ez most az újonnan megjelenő könyvemben is benne lesz. Ugye Aponyiról is írtam, Kápolnásnyéken egyébként két másik művet is elhelyeztünk a Kápolnásnyéki halászkastély kertjében, amiket hivatalosan nem avattunk föl. Az advent időszakban szerettük volna őket leleplezni, de hát ez az adventi időszak is a pandémia egyében telik. Egyébként egy nagyon szép Aponyi domborművet és Pogány Gábor Benőnek egy nagyon izgalmas másik domborművét helyeztük el, ahol a trianoni évszámok, illetve a mai évszámok, mint egy lánc kapcsolódnak egymásba, nagyon, nagyon izgalmas képzészeti alkotás, és ezek is mind-mind Trianonhoz kapcsolódnak. Hát, hogy végül is meg tudtuk valósítani az álmunkat, hogy legyen egy táncelőadás, ami óriási nagy kihívás, hiszen a háborúról és annak a következményéről a tánc nyelvén beszélni nem egyszerű, de azt kell, hogy mondjam, hogy így a bemutató után jó idő telt el, most már több mint egy hét telt el, és tudtunk ezen gondolkodni, meg Attilával is, Segerházi Attilával is beszélgetni. Sikerült mindazt megvalósítani, amit szerettünk volna, és nagyon bízunk benne, hogy élőben is a színpadon is meg tudják nézni a fehérváriak, meg tudják nézni a budapestiek, és szeretnénk elvinni a határon túlra is, és számos vidéki színházba is. Na, itt az idő, hogy akkor a cselekmény, az a gondolatsor, amelynek mentén elkezdődött, hiszen ahol a cselekmény véget ér már, mint az írás a szűzsé, ott kezdődik a tánc, mondja ezt Egerházi Attila. Természetesen ez nem egészen így van, de először kellett a cselekmény, és utána pedig, hogy rálej egy olyan zeneszerzőre, aki érti és gondoskodó tisztelettel és szeretettel tudja ezt zenével is megmutatni. Igen, nagyon érdekes műfaj ez, majd pár napon belül kijön a nyomdából az a műsorfizetés, amit majd aztán tavasszal is a nézők a kezükbe vetnek a színházban. Ebben benne van a librettónak vagy szüzsének a nagy része is, hogy olvasható legyen, hogy hogyan áll össze jelenetekről jelenetre egy darab. Tehát ugye furcsa, hogy írni is kell egy táncdrámához, de hát természetesen olyan, mint egy filmforgatókönyv, hogy azt papírra kell vetni, tehát le kell írni, és ott a jelenetekre bontva írom le az instrukciókat, hogy minek kell történnie, és ez alapján az instrukciók alapján született meg a zene, ahol egyébként a zeneszerző folyamatosan együtt gondolkodott a koreográfussal is, hogy a táncnak megfelelő és kevésbé filmes zene készüljön el. Tehát ezek a jelenetek már csak azért is érdekesek, így utólag visszaolvasva én is, hogy minap korrektúráztam az anyagot, mert látom azt, hogy mi az, amit ebből megvalósított a koreográfus, és mi az, amit nem valósított meg, mert nem mindent úgy csinált meg Attila a színpadon, ahogyan azt én elképzeltem, de nagy vonalakban azt, meg hát nem is lehet mindent úgy megcsinálni, mert az sokkal több szereplő kéne, gyerekszereplők, sok-sok technikai eszköz kéne, és ez már csak a költségvetés miatt sem volt lehetséges, de minden esetre a Fehérvári Balettszínház adottságainak megfelelően egy nagyon izgalmas és nagy vonalú előadás sikerült színpadra állítani. Tehát először elkészül maga mondjuk úgy, hogy a forgatókönyv, a libretto. Ez a libretto, ez elindul, a történet elindul a első világháború előtt, amikor két gyerek, akit a szülei katonai pályára szánnak, egy fehérvári fiú és egy nagyváradi fiú, sorsnak köszönhetően ugyanabba a karétiskolába kerül, tehát tiszt jelöltként vagy azzal az ambícióval vágnak neki a katonai tanulmányoknak, hogy majd aztán később tisztek legyenek és hivatásos katonákká váljanak. A fiúk összebarátkoznak, és a barátkozásoknak köszönhetően kölcsönös látogatásokat tesznek egymás családjainál, és így szépen lassan egymás lánytestvéreibe is beleszeretnek. Ugye ez egy ritka, de nem életszerűtlen példa. Én a magam környezetében is ismerek olyan házaspárokat, ahol a testvérek egymás sógorai is,
Úgyhogy vannak ilyen furcsa helyzetek az életben, amikor egy fiú testvér lányhuga a barátjának lesz a felesége, és az ő lányhuga pedig a másiknak a felesége. Tehát ez az elképzelés szerint ez történt a mi esetünkben is. És aztán a sors úgy alakítja az életüket, hogy az első világháborúban mind a ketten bevonulnak ugye katonaként, az egyik őjük természetesen a székesfehérvári házi ezredben, a másik pedig a nagyváradiban, és mint tudjuk, a történelem az így is alakította az eseményeket, hogy a két házi ezred együtt harcolt Galíciában, majd a galíciai frontról átvonulva az olasz fronton harcoltak együtt, mármint a két házi ezred, tehát a nagyvárad és a fehérvári ezred. Így történetileg is hiteles az eseményeknek a háttere, de a személyes sorsokat is úgy alakítottam, hogy részben az én dédapám sorsa is, vagy dédapáimnak a sorsa is, és más szeretteim fölmenének a sorsa is megelevenedik ebben. Egyébként Görög Ezredes úr, ha már szóba került, nagyon szép üzenetet küldött nekem a televíziós bemutató után, és igazán szívhez szóló volt, hogy leírja, hogy ő a saját családjának a történetét is felfedezte ebben a darabban, és hogy fájdalmasan szembesítette azzal a darab őt, hogy minden mulandó. Ugyanis ez egy dráma a szószoros értelmében, ez nem egy hős költemény, ahol aztán szépen minden pozitívan zárul, nem egy olyan darab, amely egyébként a mai hivatalos politikai és történelmi felfogást támasztja alá, ami egyébként teljesen jogos, hogy úgy gondolkodunk ma 100 évvel az események után, hogy büszkék lehetünk arra, hogy itt vagyunk, és hogy túléltük, és hogy összetartozunk. De én nem ezt akartam megmutatni, mi nem ezt akartuk megmutatni, hanem azt a drámát, amin keresztül ment ez a nemzet, amin keresztül mentek az egyes családok, azok a családok, akik elvesztették a fiaikat, elvesztették a férjeiket, a feleségek, elvesztették az édesapjukat, a gyerekek. Tehát a személyes tragédiákon keresztül akarjuk bemutatni, hogy mi történt az első világháborúban, és ráadásul nem csak az történt, hogy ott maradtak a férfiak a háborúban, 600 ezer magyar katona halt hősi halált az első világháborúban, hanem itt maradtak a feleségeik és a gyerekeik, itt maradtak a csonka családok, itt maradtak Árván, hogy itt maradt az én nagyapám is Árván, és kellett fölnőniük rendkívül nehéz körülmények között, és mindez még azt tetézte be, hogy ketté szakadt az ország, illetve sok része szakadt, de ténylegesen mindenki ezt a szétszakítottságot, kettészakítottságot élte meg, és sokan abban a helyzetben kerültek, hogy nem tudtak visszaköltözni, visszamenni a szülőföldjükre, úgyhogy kénytelenek voltak bizonyos értelemben idegenben a szülőföldjüktől távol élni az életüket. Tehát tulajdonképpen ezek a személyes tragédiák azok, amelyek közelebb hozhatják számunkra, meg főleg a gyerekeink számára mindazt, ami történt. Mert amikor azt kérdezi tőlem a 16 éves gyerekem, hogy mi az aktualitás semélyének a Trianonnak, hogy 100 évvel az események után miért kell keseregni, akkor egy ilyen transzláma megtekintésével is azt tudjuk nekik megmutatni, hogy gondold el, hogyha a te apád lett volna az, vagy a te gyereked, vagy a te férjed lenne az, aki így maradott az első világháborúba, vagy te lennél az, aki árvaként kell, hogy utána éljél idegenben, vagy özvegyként, egészen fiatal özvegyként kéne, hogy az életedet mondjuk kisgyerekekkel, árván maradt kisgyerekekkel valamilyen módon tovább vigyed rendkívül nehéz körülmények között. Egyértelmű, hiszen azért gondoljunk bele, hogy bármennyire is félrenézünk, és óvatatlanul is nem szeretik ma már emlegetni, hogy mi ugyan mit foglalkozunk a 100 évvel ezelőtti történetekkel, kell, hiszen lám erről ki tudna jobban beszélni, és többet, szomorúbban, mint székelyföldi barátaink, akiknek június 4-én ettől pillanattól kezdve tulajdonképpen ünnepnapot kell ülniük. Hát ez egy provokáció a románok részéről. Provokáció és szégyenteljes, tehát igenis mi foglalkozzunk azzal, hogy mi történt, és ezért is nagyon-nagyon fontos. Ne menjünk el a mellett, Lajos, bocsánat, hogy december 1-e a román nemzeti ünnep az annak az ünnepe, amikor 1918-ban Gyulafehérváron kimondták Erdély és Románia egyesülését. Tehát az van. Egyik nemzeti ünnepük az számunkra egy tragédia, hiszen a Magyarországtól való elcsatolását
hozta Erdélynek. A másik ünnepük, amik most emeltek az ünnepeik közé, az pedig annak a trianoni békediktátumnak az aláírása, aláírásának a napja, amely végképp megpecsételte a magyar nemzetnek, illetve Magyarországnak a sorsát. Ha megengeded még egy szót, hadd mondjak a zenéről, hiszen kérdezted, igen, csak azt arra nem válaszoltam. Valóban az történt, hogy amikor az librettóval elkészültünk, akkor zeneszerzőben gondolkodtunk Katira, hogy kit lehetne fölkérni, és akkor jött Pál Gábor, a producer barátunk, és mondta, hogy kérjük meg a Kocsák Tibort, aki ugye a Madách Színháznak a zenei igazgatója, kiváló zeneszerző és zongoraművész, és akinek én többször láttam a gyerekeimmel is a Hófehérke balettjét, amit ifjabb Harangozó Gyulával készített, és mind a mai napig nagy sikere játsza az opera, illetve az Erkel Színház. És aztán el is mentem a Tiborral együtt megnézni újra a Hófehérkét, és rájöttem arra, hogy tényleg a Tibor alkalmas arra, hogy egy fantasztikus zenét szerezzen. És miután elmondtam a szempontjaimat és a motivációimat, hogy miben gondolkodunk, akkor a Tibor ráállt erre elvállalta ezt a feladatot, ami nem kis feladat volt, és végül is egy önálló, egyórás szvittet szerzett a Tibor, ami önálló zeneműként is megállja a helyét, teljesen függetlenül a darabtól, úgyhogy bízunk benne, hogy majd a rádióban is fogjuk tudni hallani, a Bartók Rádióban is ezt a darabot, hiszen egy nagyszerű szimfonikus zenemű jött létre, amelyet aztán utána az Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar játszott fel, és így készült el a CD fölvétel, nem sokára meg is fog jelenni a CD változat ennek a zeneműnek, és ez a felvétel volt aztán az alapja magának a tánc előadásnak is, hiszen Attila, Egerházi Attila, Székesfehérvári Baletti Színház igazgatója, a darab rendezője és koreográfusa, ezzel a zeneanyaggal dolgozva készítette el a koreográfiáját. Tehát tulajdonképpen egy szép hármas épült egymásra, az alapkoncepció, a ráépülő zenemű és a koreográfia. Hozzá kell tennem, hogy Attila nyitott volt arra, hogy a táncpróba folyamatába is beleszóljunk, hiszen meghívott bennünket több próbára is Tiborral együtt, és így a koreográfiában azokat a benyomásokat és érzéseket, amelyek benne megfogalmazódtak, azokat beépítette, és ezért nagyon, nagyon hálás vagyok neki. No, nem tesszük le a puskát, mert azt valakinek vinnie kell, tehát kiviszi a puskát, rövidesen megjelenhet az Emlékezet és politika címmel új könyved a Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában. És kedves nézőink, engedjék meg, hogy az előszóból idézek, és nem csak azért, mert Boros Péter miniszterelnök úr írta ezt az előszót, hanem nagyon is fontos gondolatok jelennek meg ebben. Ő azt mondja, hogy erre a könyvre szükség van, különösen most, amikor egyre dühöttebb támadások érzik az országot és a kormányzati irányultságot kifejező felfogásrendet, amikor a nyugat szellemi zavarai egyre erőteljesebben törnek ránk, és ehhez hazai szövetségeket is szereznek. Azt hiszem, hogy ez egy fontos történet, hiszen 3-4 esztendő írásaiból lesz egy válogatás, esszékből, kultúrpolitikai elemzésekből. Valójában 2 év, tehát az utolsó 2 év, igen, mert ugye 17 és 20 közötti, de mint hogy 17-ben a könyvhétre jelent meg utoljára a könyvem, így az azután született írásokból válogattunk, úgyhogy elsősorban az elmúlt 2 évnek az esszéből. És hát az aktualitását az adta ennek a könyvnek, hogy elkészüljön, és azért is a Nemzeti Művelési Intézet adta ki, mert a 10 éves kormányzásnak a 10 évét összefoglaló kötetbe fölkért engem Orbán Balázs, hogy írjak a elmúlt 10 év kultúrpolitikájára egy elemzést, és én írtam egy rendkívül hosszú elemzést, amire azt mondták a könyv szerkesztője, ez valamikor a közeljövőben fog megjelenni, ez a 10 éves kormányzást átfogó nagy tanulmány, illetve eszélykötet, hogy nagyon jó, amit írtam, de rendkívül hosszú, úgyhogy a felére meg kellett húzni. És mondtam Orbán Balázsnak, hogy nagyon jó, akkor, hogyha fel annyi fog megjelenni a kormányzék kötetbe, akkor ezt mindenképpen egy önálló könyvben majd meg kell jelentetni. Azt mondta, hogy nagyon örül neki. Így szépen Závonyán Magdolna fölkérésére, aki ezt az írást elolvasta, és mondta, hogy ezt azon hallgatóknak, akik a közművelődésben dolgoznak, illetve tanulnak, azoknak érdemes ezt elolvasni. Így összeállítottunk egy könyvet az elmúlt néhány évnek azokból az írásaiból, amelyek emlékezetpolitikával, identitással, kultúrpolitikával foglalkoznak.
hogy ne egyedül ez a tanulmány legyen benne a könyvben, úgyhogy így egy szép eszékötet összeállt. Ez nagyon váratlan volt, mert nem igazániból nem is gondoltam, hogy még idén ez is bele fog férni, hogy egy válogatott eszékötet megjelenjen, de hála jó Istennek így az év végére ez is elkészült. Úgyhogy nagy öröm lesz, hogy a Kocsák Tiborral és Egerházi Attilával közös CD, illetve Pendrive kiadvány mellett ez az eszékötet is kézbevehető lesz. Nos, hát érdeklődéssel várjuk mindet. És hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Békés karácsonyt kívánok. Viszont kívánom. Történjék így. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.